Itt a táborban az összes aktív Ludovika kollégista hallgató gyűlt össze 3 napra, és itt indítjuk el a fél évet. Ennek az összegyűlésünknek az a célja, hogy ne az iskolapadban, ne az oktatási teremben kezdődjen el a munka, hanem legyen egy ráhangolódó fázis, amikor a kurzus vezetőink ellátogatnak hozzánk és elindítják a kurzusokról való gondolkodást, esetleg olvasmányokat javasolnak még így a nyár végére, hogy felkészülten tudjuk elkezdeni a munkát. Ugyanígy szerencsésen tudjuk üdvözölni itt rektor urat és Orbán Balázs urat, akikkel szintén egy beszélgetést tudunk ma tartani. Ez is azt szolgálja, hogy felkészülten és motiváltan tudják elkezdeni a Ludovika kollégiumban a tanulmányokat az újak, és az új fél évnek motiváltan tudjanak nekivágni a régiek. Ezen kívül a board tagjaival is találkozunk. A board tagjai közül is többen elfogadták a meghívásunkat, ellátogatnak hozzánk ide Cserháczent Ivánra, és őket is jobban meg tudjuk ismerni ilyen informális körülmények között. Ott bográcsozást is tervezünk majd az ő részvételükkel, és tematikus beszélgetéseket tartunk velük. Tehát ez a táborunknak a célja, hogy egybelássuk a fél évet, egybelássuk azokat, akik ott vannak a programunk körül, a tehetséggondozásban ott vannak mellettünk, de nem feltétlenül minden nap, hanem távolabb, magasabban, vagy más keretek között segítik a mi működésünket. Most itt van mindenki, és van lehetőség jobban megismerni egymást. Nagyon szerencsésnek érezhetem magam, hogy itt lehetünk. Ez most a második alkalma a Ludovika kollégiumnak, hogy egy táborban vehet részt. Ennek az egyik apropója, hogy most készülünk az évkezdésre, átbeszéljük az olyan alapvető tudnivalókat, amik segítik az új évfolyamot is abban, hogy beilleszkedjenek, illetve az is célja ennek a tábornak, hogy itt még jobban közösségére érződjünk, azok, akik már ismerjük egymást, illetve hogy az újakkal is felvegyük a kapcsolatot. Különböző programokon veszünk részt, az első napokban inkább a közösségépítésen volt a hangsúly, a továbbiakban pedig különböző előadásokon fogunk részt venni, és este pedig további ilyen csapatépítő programok kerülnek megrendezésre, illetve az új évfolyamnak lesz egy olyan program is szervezve, hogy még jobban bevonva érezhessék magukat. A programok mellett, az előadások és a közösségépítő programok mellett figyelünk arra is, hogy itt kimozduljunk és a környéket is megismerjük, elmentünk túrázni, vannak különböző sportesemények, úgyhogy a fő fókusz az azonban a tábor alatt, hogy egymást megismerjük, illetve hogy a kollégiumi működésbe beilleszkedjünk újra, felvegyük a ritmust, és sikeresen vághassunk neki a következő évnek. Nagyon örülünk annak, hogy létrejött pár évvel ezelőtt a Ludovika kollégium, és hogy ilyen sikeres kezdeményezése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek. Ennek az intézménynek az a célja, hogy speciális tanulmányi rendeken kívüli képzéseket, közösségi élményt, nemzetközi kapcsolatrendszerépítést kínáljon azoknak a diákoknak, akik a legambiciózusabbak és a legtehetségesebbek, és vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre járnak, vagy ugyan más egyetem hallgatói, de érdeklődnek az állam működése iránt. Nem csak a kollégiumban, hanem az egész egyetemen ez a nemzetközi esítés egy kiemelt prioritás, de a kollégiumnak természetszerűleg az. Nyilván a nemzetközi esítés alatt legtöbbször arra gondolunk, hogy mi megyünk külföldre. Most ezt fizikai, konkrét értelemben is, hogy a hallgatók utaznak ki külföldre, és hogy megismerik külföldet. Igazából a fókuszban éppen ennek az ellenkezője fog állni. Egyetemi szinten is, és a kollégiumban is megjelenik, hogy minél több külföldi jöjjön hozzánk. Ez szerintem egy meglepő megközelítés, és talán így tudunk egyediek lenni a többi szakkollégiumhoz képest, meg egyetemhez képest, hogy nem arra törekszünk, hogy mi szétrepüljünk a szélrózsa minden irányába, hanem arra, hogy fogadókészek legyünk a legjobb nemzetközi előadók, tudósok, gyakorlati szakemberek számára is. Tehát arra gyúrunk, hogy ő, amikor idejön, akkor élvezze intellektuálisan is, amit itt lát, és egy élménnyel gazdagodjon.